szabadította meg az embereket a haláltól, mint a kutyus a tyúkocskát. Harmadnap hajnalban kiment a sírhoz Mária Magdaléna, hogy fűszereket vigyen a halott test bebalzsamozásához. Ki fogja nekem a követ elhengeríteni? Több katona gördítette oda, de én egyedül vagyok. Amit ezen gondolkodott, hirtelen észrevette, hogy nyitva van a sír szája. Nyitva van a sír szája? A kő el van hengerítve. Valaki megelőzött volna. Elszaladok a tanítványokért. Szólok nekik, hogy nincs itt az Úr Jézus teste. Péter! Péter! Képzeld! A sír szája ki van nyitva. A követ valaki elhengerítette. Akkor megyek és megnézem, mi van a sírban. Mit látsz, Péter? Megvan az Úr teste? Eltűnt Jézus teste. Megyek, szólok a többieknek. Megyek én is. Megnézem, mit látott Péter. Ó, Uram! Angyalokat küldtél ide. Miért sírsz? Mert elvitték az én Uramnak testét. És nem tudom, hová tették. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ez biztosan a kertész. Uram, ha te vitted el a testet, mondd meg kérlek, hova tetted, és én magammal viszem őt. Mária. Rabboni, mester, hiszen te vagy az. Még nem mentem fel az én atyámhoz. Menj el tanítványaimhoz, és mondd el nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, a mennyországba. Megyek, Rabboni. Elmondom, hogy láttam a feltámadott.